Üdvözöllek benneteket! Ebben a kis videóban hivatkozásokat fogunk készíteni egy konkrét feladat alapján. Fogjunk is hozzá. Készítsünk el egy 5 diából álló prezentációt. Tehát az első lépésem az lesz, hogy elkészítek egy... Megnyitom a PowerPoint programot. Nem fogok választani sablont. Üresbe állítom. A szükséges elemektől megszabadulok, és 5 diát fogok előre elkészíteni. Nem fogok használni hátteret, hiszen a feladat úgy kéri, hogy keresek egy szolid képet, szolid hátteret az internetről. Tehát ehhez elindítom a böngészőt, és keresek egy olyan hátteret, amely nem lesz nagyon zavaró ahhoz, hogy valamilyen szöveget vagy képet helyezek el rajta. Úgyhogy úgy is fogom beírni a keresőbe, hogy solid wallpaper, tehát egy solid hátteret keresek. Elmegyek a képekhez. Figyelek arra, hogy a rezolúciója a képnek ne legyen túl kicsi. Hát hogyha túl kicsi, akkor ugye amikor elhelyezem, akkor nem fog szépet mutatni. Hát ez 1280x720, ez megfelel. És ezt a képet copy-paste-el át is tudom bírni a prezentációmba, tehát azt mondom, hogy copy. És a prezentációban, ha azt akarom, hogy ez mindegyik dián megjelenjen, akkor használjuk a Slide Master. Tehát View és Slide Master. Elmenjek a legfelső diára, itt fogom elhelyezni. Kicsit kicsinyítek a kinézeten, és ide bemásolom. Jobb klik, és mint picture fogom beilleszteni ezt a képet. Szükség esetén kicsinyítem, nagyítom. Hát most jelen esetben nekem alig kell rajta változtatni. Szinte nem is kell. Pontosan megfelel az én diámnak. Más nem is kell a háttérsablonon, tehát egyszerűen utána majd a Slide Master-t be is csukhatjam, tehát close. Amikor ez elkészült, akkor az első diára elhelyezem egy címet, ez lesz az, hogy kedvenceim. Nyugodtan használjunk a WordArt-ot. Kedvenceim, csak tegyük át nagybetűre. Kedvenceim, ezt elhelyezem ide fölülre, akár színezhetem is, vagy más stílust használhatok neki, különböző effektusokat is használhatunk, például egy ilyen visszatükröződést, vagy mondjuk rá egy picit így meggörbítem a szöveget, legyen ilyen félkörbe, nagyítani is tudom, hiszen ez lesz a cím, tehát még egy picit nagyobb, és amikor ez megvan, akkor elhelyezek 3 témakört, amire majd hivatkozást fogok készíteni, tehát az egyik lesz a csapatom, kedvenc csapatom, felhelyezem mondjuk rá a bal oldalt, akkor nyitok egy újat, WordArt, azt mondom, hogy színem, ezt a középre, és legyen még egy, mondjuk rá a kedvenc tantárgyam. Érkezeteket is írjak, tehát átteszem magyarra. Úgy. És alulra, az utolsó, ide a jobb alsó sarokba elkészítek egy hivatkozást, illetve csak egy szöveg lesz, amiben az lesz majd csak, hogy szerző. És ezt egy picit kicsinyítem is, és ide a legalsó sarokba elhelyezem, jobb alsó sarokba. Esetleg ezt egy picit lejjebb hozom, hogy ne ragadjanak annyira össze. Mivel véletlenül nekem ez az 5. szlájdom lett, nyugodtan átcserélhetem őket, tehát hogy ez legyen az első. A második, harmadik, negyedik, ezek lesznek ezek a témakörök, tehát ide még egyszer elhelyezem. És sőt, akár még azt is mondhatom, hogy egy jobb klikk és copy, és ide pedig átmásolom, tehát paste-el, tehát csapatom, akkor a színem, copy, és ide paste. Ugye az A betűs paste fogom használni azért, hogy utána még tudjak rajta szerkeszteni szükség esetén.
És akkor lesz még egy tantárgyam. Ezt is ide. És a szerző helyét nem írom, hogy lehet írhatom, hogy szerző, tehát hogy ki is a szerző. Ez lesz a legutolsó slide. És egy WordArt-ként beírom a nevem. Lehet ez mondjuk rá ide, egy másik WordArt-ként, tehát insert, WordArt, ide pedig beírom, hogy osztály, kettős pont, és beírom, hogy 7, 5. És ezt az ötöst le is kell, hogy kicsinyítsem, tehát kijelölöm most, legjobb hátulról, és a home szalagból, a font részben tudom állítani a felső index, az a superscript, illetve a subscript, az pedig az alsó index, ugye, és láthatjuk, hogy kicsit lejjebb is fog csúszni, tehát ez az osztályom. Ide kell egy kép is, úgyhogy elmegyek az iskola honlapjára. És a honlapról, a diákok részéből megkeresem a saját fényképemet. Átmegyek magyarra, tehát tanulók, felsős tagozatok. És egy képet át fogok másolni, tehát egy fotót. Természetesen a képre rá is kell kattintani nagyba, tehát hogy megjelenjen nagyobba, és egy sima copy image-ként ugye meg tudom jegyezni ezt a képet, és át is tudom vinni a prezentációmba. Itt már a jobb klik után ugye a picture-ként, szükség esetén a képet akár meg is tudom, format részben meg is tudom fordítani, tehát hogy így legyen, adhatok neki egy valamilyen stílust, így egy nagyon picit esetleg lehet még nagyítani is, és ezzel már el is készítettük az utolsó szlájdunkat. Na most mindegyik meglévő szlájdra a konkrét kedvencemet is, tehát ezt egy mondjuk egy másik WordArt-ként, mondjuk rá legyen egy ilyen, beírjuk a kedvenc csapatomat például, legyen ez itt a jobb felső sarokba, és keresek egy képet erre a témakörre. Erre most már nincs szükségem, tehát becsukom. Bármilyen képet, ami erre a témakörre vonatkozik, be tudom olvasni. Mondjuk rá legyen egy... Vigyázzunk azért még, ugye, még mindig a rezolúcióra. Tehát ez a 750 szélességű, ez már elegendő lesz itt, hogy átmásoljam, csak megvárom ugye, hogy betöltse, vagy mondjuk ez egy 850-es, ez talán még szebb. Tehát amikor megvan a kép, ezt egy copy image-el át is tudom másolni a prezentációmba, tehát jobb klikk és paste. Természetesen ezen stíluson változtathatok, adhatok neki mondjuk rá egy fehér keretet, hogy ugye a sötét háttérszínen ez szépen előjön, adhatok neki árnyékot, tehát az effektusoknál, tehát tetszés szerint ezt tudom alkalmazni. A második az a szín, hát akkor keressünk valami ezzel kapcsolatban, nekem a kedvenc színem a zöld, tehát akkor azzal kapcsolatban valami zöldet keressünk. Legyen mondjuk egy ilyen világos, egy virágos kép, vagy leveles kép. Ezt is egy copy image-el át tudom vinni. Íme, annyi, hogy kicsit túl nagy lett ez a kép, de hát nyugodtan majd bírok rajta kicsinyíteni. Túlságosan is nagy lett, tehát jócskán le kell kicsinyítenem, de hát kicsinyíteni mindig könnyebb, mint nagyítani, és ott nem veszítünk a minőségen. Ennek is adok valamilyen stílust,
tehát ez a kedvenc színem a zöld, és be is írjuk ugye egy Word Art objektumként. Hát most egyelőre így írom be, hogy zöld. És amikor ide ezt elhelyezem, akkor a színt fogom változtatni, és ha már akkor zöld a szín, akkor és zöld a rész, akkor legyen ez is zöld színű. Így. És a harmadik a tantárgyam, hát a kedvenc tantárgyam természetesen az informatika, be is írjuk. Ezt ide elhelyezzük, és akkor keresek egy olyan képet, ami ezzel kapcsolatos. Hát én a szoftver szót fogom beírni. Itt van egy jó kis kép. Ezt át is másolom, copy, ide pedig paste. Természetesen ennek is adok valamilyen stílust, tehát hogy szebbet mutasson. Így egy kicsit lehet nagyítani. És amikor elkészítettem magukat a szlájdokat, akkor jöhetnek a hivatkozásoknak az elkészítése. Tehát nézzük akkor sorba. Csapatom. Nagyon fontos, mivel szöveges objektumról van szó, kijelölöm az egész objektumot. Jobb klik, és így választom a hiperlink. Mivel maradok a belső dokumentumon belül, tehát Place in this document, és kiválasztom, hogy melyik szlájdra kell, hogy elvigyen engem. Tehát az a csapatom az a második szlájdon van, és a screen tip, tehát a segédszövegem is az lesz, hogy kedvenc csapatom. Oké, oké. Nézzük, hogy ez hogyan is működik. Amikor tehát oda viszem az egérmutatót, akkor ki kell, hogy írja azt, hogy kedvenc csapatom. És hogyha rákattintok, akkor rá kell, hogy vigyen engem ez a második szlájdhoz. Vagy amelyik szlájdon van, nem muszáj, hogy a másodikon, tehát viszont a kedvenc csapatom kell, hogy megjelenjen. És vissza kell, hogy ugorjunk. Hát a visszaugrást használhatunk akár egy sima visszalinket, tehát egy visszagombot. De én most azt fogom csinálni, hogy keresek a netten a back szóra és PNG formátumban, és akkor keresek egy szép képet, nézzük csak nekem, mivel ilyen kékes, zöldes, tehát sötét színű a hátterem, akkor mindenféleképp valami olyan nyilat kell keresnem, visszanyilat, ami ugye tehát inkább világosabb. Mondjuk rá ez a narancssárga szépet mutatna, csak egy kicsit. Ha mehet is ez. Tehát ezt a képet fogom, mivel ugye átlátszó, simán át tudom. Tehát jobb klik, legjobb lementeni, tehát copy-val. Ha át akarom vinni, akkor olyan formában kell átvinni, hogyha mint U, akkor láthatjuk, hogy a háttér eltűnik, viszont hogyha mint A, akkor ugye át tudom hozni. Tehát ilyenkor eltűnik, vagyis megmarad az átlátszóság. Ezt ide lekicsinyítem, és vissza is teszem. És erre most egy linket, tehát jobb klik és hiperlink hivatkozást fogok rá helyezni, mégpedig, hogyha vissza akarom jutatni, akkor ugye mindig a legelső szlájdra kell, hogy menjen. A screen tip az lesz ugye, hogy vissza. Oké, és mindjárt le is ellenőrzöm, hogy ez működőképes-e, tehát F5-tel megnyitom, csapatom, rákattintok, és a vissza gombra visszajutok az első szlájdra. Ha már egyszer ezt elkészítettem, akkor ezt nem kell minden alkalommal, sima copy-paste-en át tudom másolni, tehát jobb klik és copy, és minden egyes szlájdra rá fogom másolni. Arra vigyázzunk, hogy ha mint kép fogom rámenteni, akkor elveszítem a link, tehát a hivatkozás tulajdonságát, úgyhogy mindenféleképp ezt az A betűs ikont kell, hogy válasszuk, ekkor fog megmaradni az ikon is, vagyis az élő link, az élő hivatkozás is. Ugyanezt tehát a másik szlájdra, illetve a harmadikra is, vagyis át a legutolsóra. És így most már minden egyes szlájdról vissza tudunk jutni, még annyi, hogy nem tudunk eljutni, tehát ezért még ezt is elvégzem, tantárgyamra, hiperlink,
és keresem, hogy hol is van a tantárgy, ugye az a nem, ez a negyedikre tettem, screen tip, és akkor azt mondom, hogy kedvenc tantárgyam. Így. Oké, okay, és maradt még a szín, arra is egy jobb klik, és az pedig a harmadik szlájdomban. Tehát ez jó, hogyha meg tudjuk nézni. És akkor be is írom, hogy kedvenc színem. Oké. Okay. És még a szerzőre is készítünk egy linket. Hyperlink, és ez pedig az utolsó. És ide csak azt írom be, hogy szerző. Ha bármelyik linket valahol elrontottuk, és újra kell esetleg módosítani rajta, a jobb klik után válasszuk azt, hogy Edit Hyperlink, és akkor a meglévő paramétereken tudunk módosítani. Szükség esetén, hogyha valahonnan el szeretnénk venni a linket, akkor pedig ott van a jobb klik után a Remove Hyperlink. Ki is lehet akkor próbálni. Ha tehát a csapatomra kattintok, vissza, tantárgyra, vissza, és a szín, és onnan is vissza, és a szerző, az is vissza. Egyetlen egy gond maradt még, hogyha én valahol például a címre, vagy egy üres részbe, tehát ahol nincs hivatkozás, üres részbe kattintok, akkor ő megy egyik után, egyik, tehát a kattintás módszerrel egyik szlájdról a másikra. Ha ezt el akarom kerülni, és be akarom állítani, hogy csak oda lehessen kattintani, ahol hivatkozás van, ezt a slideshow alatt tudom elérni, mégpedig a beállításoknál, tehát a setup részben, és a típusát az elsőről, amit ugye normál esetben használunk, a harmadikra fogjuk áttenni. És ezzel praktikusan el is értem azt, hogyha én üres, tehát ha elindítom, bárhová kattintok, nem fog sehová se menni, csak akkor fog, hogyha a színre kattintok, vagy a tantárgyra, vagy a szerzőre, tehát csak ott, ahol hivatkozás van, ott fog működni a kattintás, mindenütt máshol üres. Ugyanúgy, hogyha megpróbálok nyilakkal is haladni, akkor sem tudom a prezentációt üzemeltetni. Ezzel praktikusan el is készítettem, esetleg még annyit lehet, hogyha akarunk, hogy a második, harmadikra valamilyen tetszőleges átmenetet tudunk tenni, hogy egy kicsit szebb legyen. Ez már nem kötelező, viszont sokkal szebbet fog mutatni ezzel a módszerrel. És az elsőre én csak egy ilyen sima fade-et fogom, mert ezt többször is használjuk. És ugye amikor elindítjuk, akkor mindjárt másként néz ki, hogyha átmenet is van, tehát csapatom, íme, és vissza, ez is szépen átjött. Ez képpel kimegyek, még csak az maradt, hogy lementsem, nézzük, hogy a feladat mit kér, felelés, link és a saját nevünk, saját mappám van a munkaasztalon, oda fogom menteni, File, Save As, megkeresem a saját mappámat, vagy a desktopról azon keresztül, és ugye azt mondjuk, hogy felelés, link és a saját nevünk. Először lementem, mint sima prezentáció, azért, hogy bármikor ezen tudjak későbbiekben is módosítani, szerkeszteni, javítani, hozzátenni, elvenni, és így tovább. De ugyanúgy lementem, Save As, ugyanebben a mappába, ugyanezen a néven, csak mint PowerPoint Show. Íme, itt található. Ez arra az esetre, hogyha valahol ezt el szeretném indítani, meg szeretném mutatni, használni szeretném. Hiszen ha most megnézzük, mindaz, amit erre már nincs is szükségünk, tehát be is lehet csukni, mindaz, amit a saját mappámon találhatok, ugye az előző felelési feladat is, illetve a mostani is, és a felelés link, hogyha elindítom a PowerPoint Show-t, akkor rögtön, tehát teljes képernyőn fog megjelenni, és tudom használni ezt a kis prezentációt. Ugye az üresbe való kattintás nem működik, csak oda tudok kattintani, ahol linket, illetve hivatkozást készítettem el.
Hát ennyiből állt ez a kis bemutató készítése. Köszönöm a figyelmeteket!